Új tanműhelyt adtak át János Somorján. Az oktatóterem létrehozásával a munkaerőpiacon felelhető nagy munkaerőhiányra kívántak reagálni. Kivételes a helyzet, hogy Burgenlandban is nagy a munkaerőigény, így ez speciális helyzetet teremt a hazai cégek számára is. Többek közt erről is beszélt a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Az az érdeke a magyar gazdaságnak, és részeként a Győr-Moson-Sopron megyei, illetve a mosoni térség gazdaságának, hogy a diákok a szakmai tudást azt jól felszerelt és jól képzett oktatóval ellátott szakoktató helyen, kinn a vállalatoknál sajátítsák el, és ne egy iskolapadban. Én azt gondolom, hogy amit itt látunk, ez egy kiváló példa erre. A János Somorjai SFS Intec Kft. A műanyagiparban felelhető munkaerőhiányra lépett, és hozta létre a Moson-Magyaróvári Hunyadi iskolával közösen az oktatótermet. A műanyagipari szakma elsajátítása sok lehetőséget és kihívást tartogat mindenki számára. Jelenleg az első évfolyamon egy nap gyakorlat mellett 4 nap elméletben ismerkednek a szakmával a tanulók, a második évfolyamon pedig már 2 nap gyakorlat és 3 nap elmélet szerepel. Lehetőségünk volt az első évfolyamon különböző gyárakban megtekinteni a termelést. Minden gyár más terméket gyárt, elsősorban autóipari termékeket gyártanak. Tulajdonképpen az alapdolgokat kell megismerniük, a gépek működését, felépítését, és ezen kívül még a szerszámok beszerelését, felszerelését, üzembehelyezését, valamint a gyártási technológiai folyamatokba való beavatkozást kell nekik megismerni. Jelenleg kevesebb, mint 10 tanuló vesz részt a képzésben, de folyamatos fejlődéssel elháríthatóvá válik idővel minden hiány szakma. Nem árt azt sem szem előtt tartani, hogy egy ilyen szakmában kiemelkedő tudással rendelkező szakember a munkaerőpiacon erősen felértékelődik.